A Budapesti Művelődési Központ családi kampánynapján változatos, egésznapos programsorral igyekezett ízelítőt adni az energiatakarékosság, a környezetkímélőbb háztartásvezetés és a tudatosabb vásárlás témaköréből. A kampány témákat civil szervezetek képviselői játékokkal, feladványokkal, kivitelezhető gyakorlatok megismertetésével és tanácsadással igyekeztek közelebb hozni az érdeklődőkhöz. A standoknál többek között lehetőség volt felmérni, milyen messziről érkeztek hozzánk a nálunk lévő tárgyaink, rajtunk lévő ruháink, s így szállításukkal mennyi szén-dioxid került a levegőbe. A látogatóknak alkalmuk nyílt vízlábnyom és ökolábnyom számításra, kosártesztre, megismerhették a környezetkímélőbb termékek előnyeit, összetevőit, használati módját. A gyerekek online környezetvédelmi játékok és ökokvíz automata segítségével tehették próbára tudásukat, a felnőttek pedig megtudhatták, mi is pontosan az energiatanúsítvány, vagy mit akar az ökofitness program. A kreatív workshopok az ökoháztartás területeit hozták közelebb. A látogatók színes, dekoratív, natur összetevőkből készült cappanokat formázhattak, valamint fürdősót és gyertyát is készíthettek. Recept ajánlókkal fűszerezett egészségkonyhában kiskerti zöldségekből, árokparti növényekből, értékes gabonából, magvakból energetizáló és tápláló finomságok készültek minden korosztály számára. A házi kozmetikum készítési bemutatón szakértő vezetésével természetes alapanyagokból, vegyi anyagok hozzáadása nélkül, krém, fürdősó, valamint pakolás készülhetett. A villám előadásokon az élelmiszerek szállításáról, összetevőiről, a háztartásban előforduló vegyszerek ártalmasságáról és helyettesíthetőségéről, valamint a társasházi energiatakarékosságról, és a kerületi termelői piacok színvonalas kínálatáról volt szó. Délután a Budapesti Művelődési Központ partneriskoláinak tanulói díjazták a Panel Álom alkotópályázatra beérkezett művekből összeállított állatmennyitóján. Mindezeken túl természetesen volt alkalom játékos tesztkitöltésre a weboldalon, és a program egyes állomásain ajándéktakarékossági matricákért, hűtőmágnesért, kabalafigurás kulcstartóért, mappáért, aki pedig az összes állomást meglátogatta ajándékbegóniával és balkonládával térhetett haza. We'll be right back.
A program összeállítást koncertek is keretezték. Délelőtt az Alma Zenekar Szuper Kukák című koncertje szólt a kisebbekhez, este a nagyobbakat a fiatal, alternatív rockzenész Kardos Horváth János és együttese várta a Földlakó című albummal és az egykori Kaukázus együttes dalaival.